A rendelkezésre álló adatok szerint a rendszeresen alkoholt fogyasztó férfi egyháztartásban élt édesanyjával Jászberényben. A férfi 2023. júliusa óta több alkalommal bántalmazta, testi és érzelmi módon is az édesanyját, tőle többször pénzt vett el. A rendszeresen alkoholt fogyasztó férfi az édesanyjától pénzt követelt italra. Az asszony a kérést megtagadta, ekkor a férfi fenyegetőleg annyit mondott neki, hogy idézem, jobb lenne, ha megdöglenél. Ezt követően a nő 1000 forintot átadott a fiának. A férfi a kapott pénzt italra fordította, majd néhány óra múlva ismételten pénzt követelt az asszonytól. Az asszony a kérést ekkor megtagadta, a férfi felkapott egy kisméretű kést, azt felemelte, a sértett felé tartotta, és megöléssel fenyegette. Majd a kést az asztalba vágta úgy, hogy annak pengéje elhajlott. A sértett ennek hatására 1000 forintot átadott ismét a fiának. A fentieket követően a férfi a nő asztalon lévő táskáját is el akarta venni, amit a nő erősen szorított, így azt végül nem tudta elvenni tőle. Másnap délelőtt a pénzkövetelés miatti vita megismétlődött. A férfi akkor egy ollóval fenyegette az édesanyját, aki a szobájába menekült. A férfi követte az asszonyt a szobába, a torkánál megragadta és a fejét két alkalommal a falhoz ütötte. A Jászberényi járási ügyészség azért kezdeményezte a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel alappal lehetett tartani attól, hogy megszökik, elrejtőzik, illetőleg figyelemmel arra, hogy a sértettel egyháztartásban él, attól is tartani lehetett, hogy a bizonyítást megnehezíteni, illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállott. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett és elrendelte a férfi letartóztatását, amelyet ő tudomásul vett. Védője azonban nem volt jelen, így a döntés még nem végleges.